Mikor egy fiatal pár kimondja az igent a szertartáson, akkor bizony az örök hűség ígéretét elrebegve nem is gondolunk annak tartalmára. Pedig az évek múlnak, a fiatalság, a szépség olykor elkopik, de a tartalom az megmarad. A szeretet, a gyermekek, a gondoskodás átsegítenek a nehézségeken. A bronz, ezüst és arany, vagy a 60., a gyémánt lakodalom bizony egyre ritkább manapság. Hát még a 70. évforduló. 70 év még életből sem kevés, hát még a házasságból. A múlt hét szombatján délután a Kistérségi Szociális Szolgáltató Központ Dózsa György úti idősek otthonában jártunk, ahová nem kisebb eseményre, mint egy 70 éves házassági évfordulóra invitáltak bennünket. Juliska néni és Pista bácsi házassága mindannyiunk számára példaértékű. Másodszor Juliska nének névnapját, és harmadszor, ha egy picit előre hozzuk a születésnapot, akkor azt is. Tehát ez egy hármas ünnep ma. Ennek a családnak is, és mindannyiunknak. De talán a legfontosabb ez a 70 éves házassági évforduló, 70. házassági évforduló. Valami fantasztikus érzés egy polgármesternek egy ilyen alkalommal köszönteni két ilyen fiatal ember. Polgármesterként mit jelent ön számára a mai esemény? Hát egy csodálatos napot végül is a rettenetesen nehéz hétköznapokban jó látni, hogy két ember minden nehézség ellenére szeretetben 70 évet együtt tölt tölteni egymással és egészségben, hiszen ez nagyon fontos. Nem is olyan régen egy 100. születésnapon jártunk együtt, polgármester úrra, most pedig egy 70 éves házasság évfordulón. Ön hogyan tapasztalja? Városunkban mennyire általánosak a hosszú távú kapcsolatok? Hát ez nagyon nehéz. Szerintem az idősebbek körében a jellemző, a fiatalabbak körében már nem. Tehát ez a fajta rettenetesen zilált élet, ez a nagyon sok nehézség, ami a családok előtt áll, és ami terheli a családokat, bizony rányomja a bélyegét a házasságokra is, és ezért olyan sok a válás. Még az idősebbek, ugye, akik mint Pista bácsiék is 38-ban házasodtak össze. Volt akkor ugye háború, volt forradalom, nagyon sok minden, de talán mégis mások voltak a viszonyok, annak ellenére, hogy gyakor is nehéz volt. Az ön véleménye szerint a mai esemény, ez a házasság,
városunk lakói számára mennyire példaértékű? Hát én biztos vagyok, hogy minden jó érzésű ember számára legalább annyira szívet melengető, mint azok számára, akik itt voltak, hiszen még egyszer mondom, sajnos nagyon sokan nem élnek 70 évet, nem hogy házasságban éljen valaki, és 96 évesen, és 89 évesen ilyen frissen, ilyen szeretetben, hiszen látszik rajtuk, hogy mennyire szeretik egymást, tudják ünnepelni a házasság évfordulójukat, és remélem, hogy lesz még erre lehetőség. Mostanában volt 2 aranylakodalom is, úgyhogy nagyon bízom benne, hogy azért a város ebben is kicsit kiugrik az országos átlagból. Ma ünneplik a 70. házasság évfordulójukat. Na de hogyan kezdődött, hogyan ismerkedtek meg? Hát, egy lakadalomba. Ő zenész volt már akkor. Hát én meg voltam hívva, mint első koszorús lány. És ő valahogy hát meglátott, hogy ő még ezt a kis ilyen soha nem látta sehol. És pont az apámnak az öcsitől kérdezte, hogy hát nem ismered, hát az én bátyám Jánya. Ennyi. Mert nem vette rólam a szemét, göndör. Hát biztos jól néztem ki, nem így, mint most. És olyan volt, és én meg azt hittem mindig, hogy borzos vagyok, vagy mi néz ez én rajtam mindig, hogy le nem veszi a szemét. És rövid időn belül házasság lett belőle. 70 éve. 70 éve egyfolytában. Mondhatjuk azt, hogy ez szerelem volt első látásra? Hát valószínű. Lehet, hogy pont első látásra, hát tudom is, én ki kell annak forni. És össze kell szokni, szenvedést, jót, rosszat elviselni egymással. Megtárgyalni. 4 szép gyerekünk született.